Ha többen dolgoznak ugyanazon a dokumentumon, akkor nagyon fontos, hogy egymásnak tudjanak jelezni, hogy például a dokumentum melyik részét változtatták, és különböző információkat tudjanak egymásnak a dokumentum részein megjelölni, azaz teszem fel olyanokat, hogy ezt még a későbbiekben folytatni fogom, vagy a munkát már nem tudom befejezni, Laci, írd már ezt át, stb. Ezen funkciók most már az új Word-ben is elérhetőek. Én ehhez elindítom a 2013-as Word-öt, megint beállítom, úgyhogy a felvétel az megfelelő legyen, és létrehoztam én egy Word dokumentumot, ami a videobázis.docx kitejesztést kapta. Ugye ezt PDF-ként is elmentettem, de utána meggondoltam magam, és még Word-ként is elmentettem saját magamnak. Talán megfigyelted azt, hogy itt jobb oldalt egy kis emlékeztető jelent meg, és össze is csukódott, vagyis elrejtődött, egészen addig, míg rá nem álltam. Látható az, hogy 2 perccel ezelőtt dolgoztam az első oldalon, ezzel most én nem foglalkozom, hanem nézzük, mi történik akkor, hogyha például én ezt a dokumentumot szerkeztem, és elmentem majd a felhőbe, hogy azt mások is szerkesszék, de szeretnék még ide beírni az ismertető után valamilyen szöveget, akkor kommentelni érdemes. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy kijelölöm az adott szöveget, vagy az adott dokumentumrészt, és az insert fült választom ki a szalagon, és ezen belül pedig a New Comments ikonra kattintok. Ennek hatására egy ilyen érdekes színű háttér jelenik meg az ismertető szöveg mögött, mellyel jelzi a gép felénk azt, hogy mi ennek a szövegnek szeretnénk egy megjegyzést, egy kommentet adni, méghozzá egy jobb oldalt. Látjuk azt, hogy mivel be vagyok jelentkezve, ezért az én saját nevemmel egy kis írományt, vagy akár több soros írományt adhatok ide. Például azt szeretném itt megadni, hogy Laci, amikor belépsz, olvasd már át ezt a részt, kicsit vissza, ezt a részt, mert nem javítottam ki benne a hibákat. Jó, és miután a kommenten meg vagyunk, ezt be kell zárni, és innentől kezdve elmentődik. Ugye látjuk azt, hogy a szöveget ugyanúgy tudom szerkeszteni, ha ráállok, ráviszem az egeret, és ott hagyom, csak akkor jelenik meg az a komment, amit az illető beírt, viszont hogyha csak rajta állok az egérre, vagy rajta mozgatom, akkor nem. De látjuk azt, hogy vele egy sorba a jobb oldalt egy ilyen kis szövegrész jelent meg, ha ráállok az egér bal gombjával, akkor jelzi a számítógép nekünk azt, hogy rá kéne kattintani ahhoz, hogy megtudjuk, hogy milyen kommentet fűztek az ismertető szöveghez, azaz ehhez az érdekes háttérszínűhöz. Hát én rákattintok, és egyből látom azt, hogy milyen szöveget írtam ide. Tehát ha Laci is ugyanezt megteszi a későbbiekben, akkor tudni fogja, hogy mi a dolga ezzel a szöveggel. Fontos megjegyezni azt, hogy ahhoz, hogy ez a komment ez elmentődjön a dokumentummal együtt, ahhoz ténylegesen a munkám során el is kell menteni, vagy a gyorsmentéssel, vagy szévásszal ezt a dokumentumot, ugyanis, hogyha mozzárnám be a Word-öt, akkor ez a komment is eltűnne innen. Ha lejjebb gördetem az oldalt, az első oldalra, ugye azt mondtam, hogy én ennek az alján dolgoztam az előbb, egy pár perccel ezelőtt, hozzáadtam egy kommentet ehhez az oktató videó témakörökhöz. Ha rajta hagyom az egeret, akkor látom is, hogy ezt még ki kellene egészíteni. Na nézzük, hogy ha Laci ezt olvasta és kiegészítette, akkor mit tehet? Például rákattintva erre a kis ikonra hozzáfűzhet az előző megjegyzéshez egy választ, például kiegészítettem a szöveget. Pont. És hogyha bezárjuk ezt a részt és elmentjük a dokumentumot, azaz Laci elmenti, én egy pár nap múlva megnyitom, majd megnézem, hogy tényleg dolgozott-e rajta. Annyit kell csak művelnem, hogy vagy rajta hagyom az oktatóvideók témakörén ezt az egérmutatót, vagy rákattintok bal gombbal erre a kommentre, és látom, hogy ezt írtam én, és erre válaszolt Laci. Tehát a kommentelés a csapatmunka megkönnyítését szolgálja most már, és bekerült a Word 2013-as szoftverébe.